Csíkpálfalvára hívjuk Önöket a következő percekben, ahol egy állatorvos több éve székelyfajták létrehozásán fáradozik. Az első sikeres kísérlet a székely nyúlfajta alkotása, bejegyeztetése, elismertetése volt. Emellett szó lesz a székely baromfi, a juh és a kutya kialakításáról, tenyésztéséről, az ezzel járó nehézségekről. Rákosi Zsigmondot, a genetika szerelmesét kerestük fel. Már kiskoromban is mindig rajongtam az állatokért, de a komolyabb munka az 10 éves koromban kezdődött, amikor falura költöztünk. Azóta folyamatosan vagy tyúkunk és nyúlunk is. És már 11-12 évesen is táblázatokba vezettem a tyúkjaimat, pontoztam őket, különböző karakterek alapján jegyet adtam, meg bíráltam őket. Úgyhogy ez már egészen korán elkezdődött, és a következő löketet azt a 9-es genetika tananyag adta, amikor a mendeli genetikát tanultuk, sárga borsó, zöld borsó, ezek kombinálódása, törvényszerűségei, és itt kezdődött el egy szakmai jellegű hozzáállás a témához. Majd végül az egyetemen teljesült be, amikor a nyúl, házi nyúl színgenetikájából írtam az államvizsga dolgozatomat. És ez aztán tovább fejlesztődött, hiszen elkezdődött egy projekt, aminek ugye a végeredménye a székely nyúl, mint fajta, amit most már egy elismert fajtáról beszélünk. Így van, tehát a genetika vizsgámnak a témája az az volt, hogy a helyi parlagi populáció színváltozatait felhasználva hozzunk létre egy új színt. Ez másfél év alatt sikerült is, így jött létre a sárga, csincsira és fekete színű nyúlak keresztezéséből az úgynevezett Szallander szín, ami később a székely nyúlnak adta meg az alapját, tehát erre az egyedi színre alapozva tudtunk létrehozni egy új fajtát. Egy kicsit a fajtáról beszéljünk, hogy hogy voltak a kezdetek, illetve mennyi idő volt egész addig, ameddig már a fajta jelleget hordozták ezek a gének? 2010-ben fogtam neki az államvizsga dolgozatomnak, és másfél év alatt tulajdonképpen három generáció nyúl tudott lefutni. Ez elég is volt ahhoz, hogy létrejön az első Szallander színű nyuszi, ezzel megvédtem az államvizsga dolgozatomat, majd ezt követően hazatérve még 5-6 éven át tenyésztettünk, dolgoztunk, ott már voltak segítségeim is, amíg végül is 2016 tavaszán vittünk be nyúlakat Bukarestbe. Ott elbírálták őket, és megadták a fajta elismerményt. Tehát tulajdonképpen 6-7 év munka van ebben. A székely nyúl több színváltozata van elismerve. Itt kék Szallander színváltozat van, ez igazából a harmadik színváltozat, ami létrejött. Az első a fekete Szallander volt, ezt követte a Havanna, és végül a kék Szallander. Igazából 4 színváltozatban gondolkodunk, most dolgozunk a lila Szallanderen. Annak még szüksége van 1-2 évre, hogy kiállítható minőségben legyen, de bízunk benne, hogy az is összejön, és ezzel majd kiismerítettük a genetikai tárházat, tehát a Szallander színcsaládon belül ez a 4 szín, ami létrehozható, és ami működhet, és nem is szeretnénk tovább bővíteni majd a palettát. Fontos volt számunkra a szaporasság is, igyekeztünk úgy szelektálni, hogy minél nagyobb alom számokra képes anyák maradjanak meg, és ez jelen pillanatban működik is, hiszen 8-as, 10-es almuk is gyakran előfordulnak. Továbbá nyilván az jó anyai tulajdonságokra is szelektáltunk meg, amit folyamatosan hangsúlyozok, hogy a parazitákkal szembeni rezisztencia, tehát konkrétan a kokcidiózissal szembeni rezisztenciára fektettünk hangsúlyt. Ez abból áll, hogy preventíve nem gyógykezelünk, és így tulajdonképpen természetes szelekciónak adunk teret, hogy amelyik immungyenge, az kiesik a tenyészetből, viszont amelyik ugye nem lesz beteg, az erősebb immunitását majd örökíteni is fogja. És azt kimerem jelenteni, hogy tulajdonképpen a nyugat-európai fajtákhoz képest ez rezisztensebb is a kokcidiózissal szemben. Ettől függetlenül nyilván a vírusos megbetegedések ellen kell oltani, tehát az RHD meg a mixomatózis ellen oltunk, annál nem érdemes kockáztatni, mert az 90%-os elhullást is okozhat, ha lejut az állományba. Mutatnék fekete szallandereket, itt szintén egy anya van még a lányával. Ez az alapszínváltozatunk, tehát ez a legnépszerűbb jelen pillanatban is, meg ebből van a legtöbb példányunk. Ennél a színváltozatnál is, mint a többi, nagyon fontos az oldalrajz minősége, tehát igazából egy székely nyúl 7 kritérium alapján van lebírálva. Ebből az egyik a testalkat, a másik a fej és a fül,
a szőrzetet bíráljuk még a színt, a rajzolatot, a szőrminőségét és a higiéniát, tehát az ápoltságot, egészségügyi kondíciókat, ezekből jön össze a maximálisan elérhető 100 pont. Mutatnék egy Havanna Salander példányt is, itt egy fiatal bak van. Ennél a színváltozatnál nagy hangsúlyt fektetünk a szemszínre is, ez egy ilyen kis különlegesség ezeknél, hogy igyekszünk itt a kék szemet előtérbe helyezni, tehát arra szelektálunk, hogy minél kékebb szemük legyen a Havanna Salander nyúlainknak. És végezetül megmutatnám a Lilla Salandert is, bár az még nem egy kész termék, de már jó úton haladunk velük is. Az elején tudom, hogy sokan kétkedve fogadták egyáltalán a fajta megalkotásának is az ötletét. Most már látják, hogy itt van, és ugye több színben is, hogy viszonyulnak most hozzá az emberek, vagy az ismerősök, vagy akár a tágabb kör. Hát tulajdonképpen a 16-os elismertetése óta nagyon keresett lett a fajta. Rengeteget elvittek a környékre is tenyésztők, meg most már Magyarországon is egyre több példány van, és bekerült ott is a standardkönyvbe. Az utóbbi időben érdekes módon Oroszországban, meg Ukrajnából is érdeklődnek a fajta iránt, úgyhogy azt még nem tudtuk megoldani, hogy oda is kiküldjünk példányokat, de talán egyszer összejön, mert egyre gyakrabban rám írnak, hogy szükség lenne ott is ezekre a nyúlakra. Van egy valamilyen fajta felmérés, hogy jelenleg körülbelül hány egyed lehet, nem csak itt, hanem akár Magyarországon, vagy a környező térségekben? Nehéz ezt konkrétan számszerűsíteni, mivel csak a regisztrált tenyésztőket tudom én követni. Tavaly több mint 800 növendéknyúlra adtam fülszámot, tehát ezek, amik konkrétan tenyésztésbe kerültek, de emellett több ezerről tudok, ami nincs tenyésztésbe véve, tehát nem hivatalosan székelynyúl, de attól még székelynyúl, és többnyire ilyen falusi gazdaságokban terjed. Mi a cél a fajtával? A fajtával, hát elsősorban most a Lilla Salander szint szeretnénk, hogy bekerüljön a standardkönyve, illetve kiállítható minőségben több példányunk is legyen belőle. Ezt követően próbálunk Európában is próbáljuk bemutatni a fajtát. Úgy néz ki, hogy februárban lesz Luxemburgban is egy világkiállítás jellegű rendezvény. Ott is szeretnénk majd részt venni nyúlakkal. És nagyon fontos lenne, hogy egy harmadik országban is, tehát ugye pillanatnyilag Romániában és Magyarországon van standardkönyvben, de ha egy harmadik országban is bekerül, akkor onnan elvileg akkor már egyenes út vezet az európai standardba is, és akkor tulajdonképpen egy nemzetközileg is elismert fajtává válna. Úgyhogy ezek az elsődleges célok, emellett nyilván próbálunk terjeszkedni minél nagyobb létszámmal, minél több helyen legyen székelynyúl. A fajta jellegről, főbb tulajdonságokról is kérdeztük a tenyésztőt. A székelynyúlnak ugye az a legmeghatározóbb tulajdonsága a színe, ez a Salander szín, ami abból áll, hogy egy hamuszürke nyúlat képzeljünk el, egy sötétebb oldalrajzzal, világosabb háttal, illetve a végtagok is sötétebb színűek, ugyanez a rajzolat jellemzi a Havanna, meg a kék és a lila Salandert is, de talán a fekete Salanderünknél a leglátványosabb. Emellett, amit egy székelynyúlnál ugye értékelünk a bírálat során, az a testtömeg, az 5 és 650 között kell legyen. Továbbá bíráljuk a test alkatot, izmos kell legyen, tömött jó húsformákkal, tehát csontok lehetőleg ne szúrjanak sehol, legyen a válban is tömött, meg farban is, henger alakú teste. Értékeljük továbbá a fejet és a fület. A fejnek nem szabad túl erőteljesnek lennie, mert ugye a vágási kihozatalnál csak ront az arányokon. A fül az olyan 12 és 16 cm között kell mozogjon, lehetőleg felemelve. Ez most sajnos az egyik fülét nem emeli kellőképpen. A szőrminőséget is értékeljük, ami tömött kell legyen és rugalmas, tehát ellentétes irányba, ha simítjuk, akkor visszafekszik a hátra. Ezt követően nézzük a színt, ugye annak az intenzitását, fényességét, a rajzolatot pontozzuk még, valamint a higiéniát a végén, tehát a nyúl egészségi állapotát, valamint az ápoltságát. Röviden ebből állna össze az a 100 pontos bírói lap, amit kitöltünk minden egyes nyúl elbírálásánál. Új tyúkfajta létrehozását tűzte ki célul Rákosi Zsigmond állatorvos tenyésztő. Tyúkokkal körülbelül 5-6 éve dolgozom tudatosan ebbe az irányba. Én úgy gondolom, hogy még 2-3 év kell addig, amíg az első tökéletes példányok létrejönnek, és utána még jó néhány év, amíg ezt rögzítjük is, meg kellő számban el tudjuk tartani ahhoz, hogy majd kiállításokon is bemutatható legyen. Milyen jellegzetessége van ennek a fajtának?
Székely viadóra kapcsolatban egy nagyon komplex terv fogant meg a fejemben, tehát egy kopasznyakú tyúkot képzeltem el, amire utalunk az erdélyi kopasznyakujainkra. Emellett sárga bőrben gondolkodom, kékes-sárga tollazatban, ami a székely zászlóra utalunk finoman. Továbbá egy dudor taréjban vagy dió taréjban gondolkodunk, ami azért lenne fontos, hogy a mínusz 25-ös hidegekben se fagyjon le, mint egy klasszikus fűrésztaréj. Szeretnénk az állatokra egy kis bóbitát is, dísznek, valamint nagy lábtollazatot, amit úgy általában Székelyföldön kedvelnek az emberek. És egy ilyen feszesebb tollazatú, magasabb állású, tehát viadoros jellegű állatot szeretnénk, azt már tisztán csak esztétikai megfontolásból. A súlya az mekkora? 4-5 kilós kakasok, 3 kilós tyúkok ez a terv, tehát egy nagy testű, viszont nem egy intenzív fajta lenne ez, hanem egy lassabban növekedő. Én azt mondanám, hogy ilyen rusztikus, tanyasi fajtaként kell elképzelni, vagy akár dísz állatként, tehát semmiképpen sem egy profi-orientált, intenzív fajtaként. Gondolom, erről már tudomást szereztek a környékbeliek, hogy készül egy ilyen fajta, mit szóltak hozzá? Igen, érdeklődnek. Hát körülbelül 10-en kapcsolódtak be a tenyésztési programba, úgyhogy van most már segítségem több helyen is. Egyelőre még ugye nincs kész, tehát egy laikus, ha ránéz ezekre a tyúkokra, csak azt látja, hogy mindenféle keverékek, mert hogy a még végső formát ugye nem nyerték el, úgyhogy ilyen szempontból még annyira nem haraptak rá a fajtára, de bízom benne, hogy majd amikor készen lesznek, akkor majd többeknek fog tetszeni ez a projekt is. Akkor, amikor készen lesz, akkor ezt is le kell vizsgáztatni, be kell vizsgáltatni? Igen, hát ez első lépés majd az lesz, hogy kiállításokra visszük. Az ottani bírók, hogyha úgy ítélik meg, hogy egységes az állomány és lebírálható, akkor lebírálják, és ezt követően fordulhatunk majd akkor a hivatalos szervekhez, hogy elfogadják a fajtát. Ez körülbelül mennyi idő? Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk a bírók azt mondják, hogy ez rendben van, egész addig, ameddig megkapja a fajta bejegyzést és a minősítést? Hát ez nagyon fog függni a hatóságok rugalmasságától, a székelynyúlnak esetében nagyon könnyen ment. Én bízom benne, hogy itt is könnyen fog menni majd, hogyha tetszik nekik, amit látnak, tényleg egységes lesz az állomány, stabilan örökítik a tulajdonságaikat, akkor majd gondolom, hogy hamar megkapjuk az elismerőt. Ez, ha minden úgy halad, ahogy az elképzelés is volt velük, akkor ez körülbelül mikorra következik be? Nem mernék konkrét számokat mondani, de én bízom benne, hogy 10 éven belül ez is révbe ér. Csíkpálfalván a farmon a nyulak és tyúkok mellett juhtenyésztéssel is foglalkoznak. Ebben az esetben fajtamentésről beszélhetünk, ami egy közös terv része. A Gödöllői Haszonállat Gémmegőrző Központtal működtem együtt már annó a vöröspofai berkék kapcsán is, és amikor jött az ötletem, hogy a fekete berkéket kellene elsősorban megmenteni, mivel a vöröspofai már elég szép számban van az országban, akkor ők rögtön felkarolták ezt az ötletet, és támogatják tulajdonképpen a fekete berkéknek a tartását. Az idén nyáron vért is vettünk le, tehát a vérek most már kint vannak Magyarországon kiellemzésre, genetikai ellemzésre, úgyhogy jó szakmai kezekben van a fajta, úgy tűnik. Jelenleg az állomány részét képezi a vöröspofájú berke is, de a közeljövőben kizárólag fekete berkéket tenyésztenek majd Csíkpálfalván. Itt fekete berkék láthatóak, ez a vöröspofájú kovásznai berkének egy recesszív színváltozata, ami az elmúlt időben a kihalás szélére sodródott, és próbálunk most egy nukleusznyáját létrehozni belőlük, hogy megmentsük ezt a színváltozatot a kihalástól. Hol tart most jelenleg ez a projekt? 4-5 éve kezdtem gyűjteni a fekete juhokat, ekkor foganatosult meg bennünk a gondolat, hogy igazából itt baj van ezekkel a juhokkal, és meg kell menteni őket, és pillanatnyilag úgy állunk, hogy ebben a nyájban körülbelül 75 anyajú van, és 6 darab fekete kos. Még van köztük néhány vörös pofájú berke is, amik a kezdeti állományokból voltak meghagyva, illetve azokkal próbáljuk a meglévő feketéket egybeolvasztani. Ugyanis a fekete berkék teljesítményben még nem tudják ugyanazt, mint azok a vörös pofájú berkék, amelyekben már 10 év munka és szelekció benne van. Tehát próbáljuk azoknak a jó tulajdonságait átvinni keresztezéssel a fekete berkékbe is, de a tervünk az, hogy 1-2 éven belül már csak fekete berke lesz ebben a seregben, és a vöröseket útra tesszük. Mi a fő irány, tehát milyen tulajdonságok azok, amik kéne örökítsenek? Igazából ugye ez egy hagyományos fajta, egy rusztikus fajta, nem nagy termelékenységű, tehát egy 110%-os szaporosságról beszélhetünk. A testtömegük is 50 kg körüli az anyajuhoknak, a kosok is 75-80 kg-nál nem nőnek nagyobbra. Ami ugye az egyediségük, ez a színes gyapjú, tehát a
tulajdonképpen nem igényel festést, ha valaki ragaszkodik az öko-bio életformához, akkor ez egy ideális választás lehet a fekete gyapjú, és a fehér gyapjúval keverve pedig azt a szürke posztoruhát adja, amit az őseink nagy szeretettel hordtak. Ezért is egyre keresettebb lett a fekete gyapjú. Tehát volt a kommunizmus után egy 20 év, amikor senkinek nem kellett a fekete gyapjú, ekkor indult el a fekete színváltozat a lejtőn, viszont most az utóbbi 3-4 éve azt tapasztaljuk, hogy megint keresik, rájöttek, hogy ez igenis egy értékes dolog, és szükség van rá. Hol lehet értékesíteni? Pillanatnyilag egy szentgyörgyi úr van, aki ezt a gyapjút feldolgozza, tehát én róla tudok egyedül, viszont elég nagy mennyiségben vásárolja, és ebből készíti posztoruhát, meg fekete gyapjú fonalat, tehát igazából ő kialakított magának egy piacot erre a színes gyapjúra. Ha egy családról beszélünk, akkor mekkora lenne az az állomány, ami mondjuk már egy megélhetést biztosítana? Ebben a formában, hogy én csinálom, szerintem nem lehet profitról beszélni. Tehát valószínűleg, hogy 4-500 júnál gazdaságosabbá válna, de ilyen kis nyájjal, saját kutyákkal, saját legelő, saját pásztor, tehát itt rengeteg a mellékköltség. És alapjáraton ugye ezek az állatok nem nagy termelékenységűek, tehát marad utánuk egy 30 kilós bárány. Ha megoldható a fej és akkor sajt is, de az egyre kevésbé működik a napjainkban. Nincsenek már fejőpásztorok. Úgyhogy én profitról nem tudok pillanatnyilag beszélni ennél a fajtánál. Mennyire ellenállóak a betegségekkel szemben? Lényegesen ellenállóbbak, mint mondjuk a nyugati húsfajták vagy a tejelőfajták. A sántaságra is kevésbé hajlamosak. És tulajdonképpen a megelőző vakcinák nélkül is nyugodtan tarthatóak, még a legtöbb fajtánál már kötelező a különböző betegségek elleni védőoltás. Na, mi nem oltunk, és így is minimális az elhullás, tehát igazából csak deparazitálásra szorulnak ezek a juhok. Mennyi idős az az állomány, nagyjából milyen egyetekből áll? Folyamatosan fiatalodik, mert ugye csak egy pár fekete juhval indultunk, és azoknak a szaporulatát hagyjuk meg minden évben, úgyhogy elviszonylag fiatal állományról beszélünk, és az a terv, hogy minden évben további 20 fekete nösténybárányt hagyok meg, illetve 20 idősebb juhot engedek el, így tudom fenntartani ezt a 80 anyajuhos létszámot. A tenyésztő elmondta, a fajta lényegesen ellenállóbb a betegségekkel szemben, mint a nyugati húsfajták vagy a tejelőfajták. A cél az, hogy 2 év múlva kizárólag fekete berkékből álló juhsereg jöjjön létre Csíkpál falván. Emellett egy másik terven, a székely kutyafajta létrehozásán is dolgozik. Ő a székely pásztor kutyának a prototípusa igazából, tehát az első generációs kutya ő, de van egy olyan tervünk, hogy létrehoznánk egy székely bajuszos pásztor kutyafajtát, ami tényleg egy funkcionális kutya lenne a nyájak és a csordák mellé, és körülbelül így képzeltük el a fajtát, mint ahogy ez az itt látható kutya is kinéz. Nyilván ebből majd rengeteg példányra lesz szükségünk, és az lenne a cél, hogy minél több esztenál majd akkor ilyen öntudatos gazdák legyenek, akik a helyi fajtával dolgoznak, és nem mondjuk kangállal vagy közép-ázsiaival. A terv az körülbelül 3 éve fogad meg bennem, mert azelőtt 6 éven át közép-ázsiait tenyésztettem, és egyrészt nagyon megterhelő volt anyagilag is, másrészt meg sosem volt az a sikerélményem, hogy egy saját fajtával dolgozom, ugye türkmének, oroszok kutyája közép-ázsiai, és ekkor gondoltam azt, hogy ha már itt vagyunk a ennyi medvével és farkassal összezárva, akkor igazán lenne létjogosultsága egy helyi pásztor kutyafajtának is, ami a mi igényeink szerint van kialakítva, a mi ízlésünket tükrözi. És ekkor találtam ki azt, hogy a helyi, elszórtam még felelhető bajszos pásztor kutyákból hozzunk létre egy homogén egységes típust, fajtát. Mekkora utánajárást igényelt egyáltalán, hogy el lehessen indulni ezen a vonalon? Az első lépés nyilván az volt, hogy összejártam kászonokat Kézdivásárhelyig le azt a részt, ahol még több hagyományos esztena felelhető, és kerestem ilyen régi típusú bajszos pásztorkutyákat, és mikor felfedeztem, tehát találtam egy 5-6 olyan kant, amit úgy láttam, hogy talál az elképzelésbe, akkor azokkal kezdtem fedeztetni a saját közép-ázsiai szukáimat, és abból indultam el. De hát ugye ez még 2 év telt el azóta, igazából nagyon az elején vagyunk, de sikerült már 3-4 embert bevonni, összefogva én úgy gondolom, hogy ebből is lesz majd eredmény. Mikor várható az, hogy ez ebből egy úgymond tiszta fajta elindul?
Hát a kutyáknál sokkal összetettebb és macerásabb egy fajta elismertetése, meg nem is szeretnénk ebbe az irányba nagyon elvinni a dolgot, mert láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy a kiállítási kutyázás az egy zsákutca. Itt inkább funkcionális kutyákra lenne szükség, és ahhoz az nekünk az elsődleges, hogy minél több esztenál, minél több gazda ezt a típust tartsa. És ha ez megvan, akkor én úgy gondolom, hogy az már teljesen mellékes, hogy lesz erre egy papír az FCI-től, vagy nem lesz. Tehát ha nekünk van egy olyan típusunk, amire büszkék vagyunk, működik nekünk, az bőven elég. Írgum egy 8 hónapos kan. Neki is az egyik szülő az még közép-ázsiai, a másik az egy Kászomból származó bajszos szuka volt. Nagy reménységünk őt, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy úgy karakterben, mint formában hozza azt, amit szeretnénk mi ettől a típustól, fajtától, és remélem, hogy jövőre már lesznek neki is utódai. Semmiképp nem szeretnénk küllem irányba elmenni, az egyetlen fontos küllemi karakterisztika, amikhez ragaszkodunk, ez a diszkrét bajuszosság. Tehát sem színben, sem egyéb karakterisztikával nincsenek nagyon szigorú kikötéseink, tehát nem attól lesz ez a kutya jó, hogy a stopja milyen fokos szögben illeszkedik a fangjához. Igazából itt tényleg a funkcionalitáson van a hangsúly, tehát az ösztönkészletük legyen jó, szeressék az állatokat, legyenek rezisztensek, bírják az esztenán az életet, és ha ez megvan, akkor szerintem elértük a célunkat. Ez a kutya mennyire szelíd, mennyire szereti az embereket egyáltalán, mennyire könnyen idomítható? Hát ez még a kiforrott fajtáknál is nagyon változó, tehát közép-ázsiaiból is van egyedenként hatalmas különbség, mint egyébként minden más fajtánál is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt majd minden gazda magának fogja tudni szelektálni, hogy agresszívebb vagy nyugodtabb kutyákat szeretne. A lényeg az egy stabil agy, ami kiszámíthatóvá teszi a kutyát, és utána akkor már az egyedi ízlés meg felhasználás kérdése, hogy mennyire szeretnének éles kutyákat. Nálam a nyáj mellett többnyire olyan kutyákra van szükség, ami emberrel szemben nem agresszív, mivel turisták járt a zónában pásztorkodunk, de van, ahol sajnos olyan kutyára is szükség van, ahol amelyik az emberre is élesebb, és akkor ezt majd a gazda tudja magának beszabályozni. Ha termetére nézve, milyen főbb jellemző az, ami az irányvonalat adja ennek a fajtának a kitenyésztésénél? Akár súly, akár marmagasságról beszélünk. Igen, hát mindenképp egy nagy testű kutyában gondolkodunk, hogy a pásztorkutyának illik legalább egy 65-70-es marmagassága legyen, meg egy 35-45 kiló. Afölé már nem nagyon mennénk, tehát az 50 kiló fölötti kutyák többnyire már lomhák, nem elég aktívak a nyáj melletti munkavégzéshez. Úgyhogy nagyjából ez a 70 centi, meg 45-50 kiló, ami ideális egy kan esetében. Szukák nyilván kicsit kisebbek is lehetnek. Egy csíkpálfalvi farmról, a tenyésztő állatorvos új fajták létrehozására tett törekvéseiről, egy egykor őshonos juhfajta mentéséről volt szó az elmúlt percekben. Gazdafórumot szervezett a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete november 2-án Balavásáron. Erről láthatnak összefoglalót a következőkben. Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, amely a három megyét, tehát a Kovászna, Hargita és Maros megyét is egybefogja, felvállalta annak idején a falugazdász hálózatnak is a működését, és ez azt jelenti, hogy a gazdáknak konzultációt, tanácsokat ad és segíti az új dolgoknak a behozatalába a mezőgazdasági termelésbe is. Tehát végül is a falugazdászoknak a feladatuk az, hogy segítsék a gazdákat, azokat a gazdákat, akiknek ugye nincs az a nagy terület, hogy saját szakemberjük legyen, azoknak tudjanak adni szakmai tanácsokat, tudják megmutatni nekik a pályázati lehetőségeket is, és ugyanakkor nyilvánvalóan a legfontosabb, hogy nem lemaradni a technológia, a mezőgazdasági technológia fejlődéséből is. És mi ennek kapcsán a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, azt hiszem, ha pontosan, hogy meggondolom, ez a hatodik hely, ahol így a gazdáknak tartottunk egy ilyen fórumot, ezekkel a dolgok nem hosszú, úgy, ahogy látták itt is, hogy röviden a pontosabb dolgokról beszéltünk. Viszont az egyik olyan dolog, amire azt hiszem, hogy hangsúlyt kell fektetni, ugye mindenki beszél a digitalizálásról, és már 3-4 éve a mezőgazdaságnak a digitalizálásáról is beszélünk, és ugye itt van, megjelentek a mezőgazdaságban is a drónok, amiket
nagyon sok mindenre fel lehet használni. Főleg ugye egyszer a területeknek az azonosításával, felmérésével, de főleg a növényvédelemnél. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a növényvédelemnél van, amikor a gépi eszközökkel be tudunk menni, vagy pedig megtörténhetik, hogy valamilyen betegségnek a megelőzésére nem tudunk bemenni, mert a az éghajlati viszonyok nem engedik meg, esős idő vagy stb. Itt vannak ezek a szerkezetek, a drónok, amiket nagyon-nagyon jól lehet használni. A házigazda Miklós Gyula agrármérnök jelenleg 110 hektáron gazdálkodik. Összesen 14 fajta növényt termeszt. A gazda elmondta, 2021-ig a tavaszi vetésűek közül a cukorrépa volt a vezető növény. A szója a második nagy növényem, amit szívesen termelek. Én hoztam be a zónába, sokan az elején nem is ismerték a növényt. Azon kívül termelek madár ellenséget is, ami nagyon nem csak, mondjuk a köles a legfontosabb ebből területileg, ez a legnagyobb, de azon kívül borsot termelek, fénymagot, cirkot a madaroknak, és azon kívül egy májregeneráló növényt, a márjatövist, ami gyógynövénynek számít. Tavaszi szalmások közül termelek fekete zabot, tavaszi árpát, tavaszbuzát. Ha jól tudom, 14 növényt termelek, ami elég nagy szám egy ilyen kis területhez. Viszonyítva ugyanis minden növény külön világ, külön oda kell figyelni rá, külön vegyszerezni kell, külön kell kezelni, elég sok munkát ad. De szeretem csinálni, és ez kifizetődő ilyen szempontból, lelkileg is nekem, hogy annyi sok növényet tudok foglalkozni. Itt a növényvédelem terén ma egy új technológiát is bemutattak, a drónnal való kezelést, permetezést akár. Milyen területre ment ki a drón? A terület, amit megpermeteztünk máma, egy repceföld. A területen nem olajrepcét termelek, ez lényegében csak demonstrációs célból volt odaadva a drónosoknak. A terület, amit le akartam permetezni, az Kórod és Balavásár közt van, de tekintettel, hogy a reggel hóharmat volt, nem tudtunk rámenni lontrelle, hogy a tövist kiírtsuk belőle. De így is látványos volt a bemutató, bemutatta azt, amit a drónok tudnak, és ami a jövő egyik technológiája. Ön gazdaként hogy tekint erre az újításra? Én mind biztatom a fiatalokat, nem tudom meddig gazdálkodom, de szinte áll az eszembe, hogy egy ilyen drónt beszerezzek. Tudom mekkora gond az, mikor csapadékos időben nem lehet rámenni a parcellákra. Ott van a betegség, ott van a kártevő, közben a talaj felázott, és nem tudunk kimenni, az óriási gond a gazdálkodóknak. A Balavásári Fórumon két drón repülését, felhasználási területét nézhették meg. Először egy mezőgazdasági területet, a termesztett növény egészségi állapotát felmérő kisebb drón működését, főbb jellemzőit, tulajdonságait nézhették meg a jelenlévők. Ezt követte bemutató jelleggel egy nagyobb permetezésre használt drón bemutatója egy repceföld felett. Voltak először is a felmérő drónok, a multispektrális kamerával felszerelt DJI Phantom 4 multispektrál változatunk. Ezzel egy repcés parcellát mértünk fel, összehasonlítottuk. Nagyon jó kontraszt volt az elhalóban lévő kukoricás, meg a zöldelő repce között. Ezzel beszántódik, ez most egy másodlagos kultúra, itt nem termelésre van ez vetve, és nagyon jól látszott a különbség az egészséges meg az elhalt növényzet között. Igen, és a második típusú drónok pedig a permetező drónjaink voltak, amiket mi Marosvásárhelyen építünk. Úgymond a visszajelzések alapján módosítjuk, fejlesztjük a drónjainkat, és ezzel volt egy bemutató a repcés fölött egy permetezés. Ez, amit láttunk, ez milyen kapacitású, mire képes? Ez, amelyikkel repültünk, ez egy 10 literes kapacitású. Ez a repülés alatt, hát ez úgy ajánlott kisebb parcelláknak, a repülés alatt
10 literrel tud egy hektárt lepermetezni, de vannak a nagyobb drónjaink 16-20-30 literesek, amelyik akár 2 hektárt is tud ugyancsak ezzel a 10 liter per hektárral, vagy pedig 30 literes az 1 hektárt 30 liter per hektárral. Ez attól függ, hogy a növényzet kultúra milyen fázisban van, mennyire sűrű a levelei, és ettől függően kell növelni a dózist. Amikor nagyobb a leveleknek a sűrűsége, akkor nagyobb dózissal kell permetezni. Meg nagyobb parcelláknál persze, hogy nagyobb kapacitású drón az előnyösebb. Milyen áruk van ezeknek a drónoknak, mondjuk a legkisebbtől a legnagyobbik? Az árak, a legkisebb, a 10 literes drónunk, ez 6000 pár száz eurótól indul, és a legdrágább 15000 pár száz eurónál áll meg a 30 literes drón. A tájékoztatón elhangzott, hogy a drónok nagy előnye, hogy akkor is el lehet végezni a növényállapot felmérést, a növényvédelmet, amikor egy eső után például a munkagéppel nem lehet bemenni a mezőgazdasági területre. Gazdafórumot szervezte 2021. november első hetében Balavásáron. Erről számoltunk be az elmúlt percekben. Köszönjük figyelmüket! Thank you.